Köszöntök mindenkit, a Magyar Autókereskedőház ZRT jóvoltából ülünk most itt ebben a Model X-ben, amely egy performance kivitel, és azt fogjuk megnézni a mai videóban, hogy hogyan lehet egyetlen mozdulattal áramtalanítani egy Teslát baleset esetén. A Tesla Model X és Tesla Model S, valamint a Model 3 kiviteleknél, hát ezek a Tesla legnépszerűbb modelljei jelenleg, lehetőségünk van arra, hogy egy alacsony feszültségű kábel elvágásával gyakorlatilag az egész autót áramtalanítsuk, ezzel együtt ugye a légzsák modult is. Hogyha jobbik esetekkel kezdünk, akkor ugye bennülünk az autóban, és itt a control panelnál ugye van egy tránkunk, ami jelen esetben a hátsó csomagteret jelenti, és a front tránk ugye a Teslák esetében elő is található egy csomagtér, ezt röviden fránknak is szokták hívni. Ezt egy gomnyomással gyakorlatilag innen ki tudjuk nyitni. Hopp, és már ki is nyílott. Itt állunk az autó előtt, ilyenkor már természetesen nyílik a gépjármű, különböző Teslás termékek, és ez már ugye jelzi nekünk, hogy itt, hogyha egy fogóval, egy csípőfogóval ide be rakoncátlankodunk, akkor el tudjuk vágni ezt a vezetéket. Elméletileg ezt a műanyag panelt kell eltávolítani. Egy egyszerű mozdulattal ugye fel tudjuk ezt húzni. Szépen végig óvatosan, hogy ne törjön el a patent. Igen, menjünk szépen végig. És voilà! Megjelenik itt ez a kis vezeték. És alapvetően ugye a Tesla is azt mondja, hogy ezt a piros vezetéket kettőbe kell elvágni, tehát egy kis darabot érdemes belőle kivágni, hogy a későbbiekben még véletlenül se érjen össze ez a két vezeték. Szóval a második jobbik eset az, amikor hát általában nálunk van az autónak a slusszkulcsa, ami egy Tesla formájú kis tárgy, és ennek az orrán lévő gombot, hogyha kétszer megpöttyintjük, akkor kinyílik a fránk, és hozzáférünk ugyanúgy ahhoz a műanyaghoz. A harmadik eset, amikor nem tudunk már bejutni az autóba, vagy nincs nálunk a slusszkulcs, akkor itt a vezető oldalon elől a lökhárító aljába van egy aprócska műanyag, itt az úgymond szellőzőnél. Ezt egy megfelelő eszközzel el kell távolítani, és ez alatt találunk kettő darab hurkot, kettő piros hurkot, amiben valamilyen hosszúkás tárgyat befűzünk, és egyszerre kell meghúzni azt a kettőt, és akkor a fránk ugyanúgy kinyílik. A legrosszabb esetben pedig ugye a tűzoltók segítségét kell kérjük, akkor hát valamilyen feszítő eszközzel fel kell nyitni a fránkot, és így férhetünk hozzá ehhez az alacsony feszültségű vezetékhez. Reméljük, hogy hasznos információkkal szolgáltunk a Tesla tulajdonosok számára, biztonságos közlekedést kívánunk, sziasztok!